Jó napot kívánok minden tisztelt résztvevőnek. Engedjék meg, hogy megnyissa a Magyar Kanizsa Község képviselőtestület 27. ülését, és névsorolvasást tartunk. Almási Tibor. Igen. Bajusz Koncs Ágnes. Bata Ildikó. Bacskulin István. Beszédes Ella. Bontovics István. Borislav Kóics. Dr. Berényi Éva. Jenei Erzsébe. Lackó Róbert. Igen. Molnár Gizella. Nagy Tibor. Nemes Aniceta. Nikola Radmanovics. Púsa Károly. Szabó József. Igen. Szlagyana Ilic. Tandari László. Törteli Telek Márta. Igen. Túru Károly. Füzesi Tamás. Francsik József. Fajder Hilda. Plavinka Imre. Horváth Gergely. Horváth Dániel. Császár István. Csitári László. Sarnyai Ibolya. Megállapítom, hogy az ülésen 18 képviselő van jelen, így a képviselő testület határozatképes. Mielőtt folytatnánk az ülést, megkérem a tisztelt jelenlevőket, hogy egy perc néma tiszteletadással adózunk Kocsis Kornél próbédíjas lakótársunkhoz. Nyugodjon békében. Kijavítom a létszámot, tehát 20-an vagyunk jelen ettől a pillanattól kezdve. Mielőtt átérünk a napirend megállapítására, az előző ülésen fölvett jegyzőkönyv elfogadása következik. Van-e valakinek észrevétele a képviselőtestület 26. ülésén fölvett jegyzőkönyvvel kapcsolatban? Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a képviselőtestület 26. ülésén fölvett jegyzőkönyvet. Ki van az mellett, hogy elfogadjuk? Ellene tartózkodik egyhangulag. Köszönöm szépen. Van-e javaslat napirend módosításával kapcsolatban? Ha nincs javaslat, áttérünk a napirend megállapítására, elfogadására, bocsátom a napirend egészét. Kérem, szavazzunk, ki van a napirend elfogadása mellett. Ellene tartózkodunk egyhangulan. Áttérünk a pontonkénti tárgyalásra, méghozzá az első napirendi pont. Rendeletjavaslat a Magyar Kanizsa településen lévő 24-es szám lakótömb üzemjövezeti része részletes szabályozási tervének kidolgozásáról. A napirendi pontot Gulyás Csilla, felügyelőségi szolgálat szakmunkatársa és tervbizottság tagja ismerteti. Kérném szépen. Jó napot kívánok, üdvözlöm a képviselőtestület minden tagját. A szóban forgó határozat jogi alapja az építésügyi és tervezésügyi törvény, valamint a 2013-ban elfogadott Magyar Kanizsa általános szabályozási terve. A Magyar Kanizsa általános szabályozási terve látja elő a 24-es tömböt ipari övezetnek, amit valamint szabályozza azt is, hogy az elfogadástól számítva 10 éven belül ki kell dolgozni a szóban forgó részletes rendezési tervet. A 24-es ipari tömb a Martonos felől Magyar Kanizsára vezető út bal oldalán, ami Zenta felé halad, vagyis a keramika csempegyártól jobbra és balra első földterületet öleli fel, ami körülbelül 38 hektár foglal magába. A szóban forgó részletes rendezési terv lehetőséget ad
építkezési engedélyek kiadására, vállalkozások bővítésére, kisipar létrehozására, raktárépületek építésére, bevásárlóközpontok építésére és ehhez hasonló épületek építésére. A terv kidolgozásának határideje 6 hónap a határozat érvénybelépésétől. A tervügyi bizottság pozitívan véleményezte a szóban forgó határozatot. A terv kidolgozásának költsége körülbelül 400 000 dinárt foglal magába, ami a községi költségvetésben látnak elő. Kérem szépen elfogadásra a határozatot. Köszönjük szépen a beszámolót, megnyitom a vitát. Van-e valakinek hozzászólni valója? Amennyiben nincs, a vitát lezárom, és szavazásra bocsátom a napirendi pontot. Ki van a napirendi pont elfogadása mellett? Ellene? Tartózkodik? Megállapítom, hogy egyhangulag elfogadtuk. Áttérünk a második napirendi pontra. Rendeletjavaslat a Magyar Kanizsaközség területén való ivóvízellátás, csapadék és szennyvíztisztítás és elvezetés kommunális tevékenységet gyakorlásának módjáról. A napirendi pontot Beresz Sándor, a községi tanács tagja ismerteti, kérem. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! Az önök előtt álló rendelet törvénnyel összhangban szabályozza és előírja az ivóvízellátás, csapadék és szennyvízelvezetés és tisztítás kommunális tevékenysége Magyar Kanizsa község területén való ellátásának feltételeit és módját, a kommunális tevékenységet gyakorlók és kommunális szolgáltatást igénybe vevők jogait és kötelezettségeit, valamint a kommunális tevékenység ellátása fölötti felügyelet gyakorlásának módját. E rendelet meghozatalára a kommunális törvény változási miatt van szükség. Ezt a területet Magyar Kanizsán a korábban hatályban levő törvény alapján 3 rendelet szabályozta, melyek e rendelet elfogadása után hatályukat vesztik. A kommunális törvény általános érdekű tevékenységként határozza meg az ivóvízellátást, valamint a csapadék és szennyvíz tisztítását és elvezetését. A fentieknek megfelelően készült el a 7 fejezetből álló javaslat. Az első fejezet tartalmazza az általános rendelkezéseket, a második fejezet foglalkozik a víz tisztításával és a szolgáltatással kapcsolatos rendelkezéseket tartalmaz, a harmadik fejezet foglalkozik a szennyvíz elvezetéssel, a negyedik fejezet a csapadékvíz elvezetésének és tisztításának módjáról, az ötödik fejezet a rendelet végrehajtásának felügyeletét, valamint a felügyelet gyakorlásában kommunális felügyelő hatáskörét szabályozza részletesen, hatodik fejezet tartalmazza a büntető intézkedéseket, és a hetedik fejezet tartalmazza az átmenetési záró intézkedéseket. A hetedik fejezetben találjuk azokat a rendelkezéseket, hogy milyen időn belül kell a szolgáltatónak, illetve a szolgáltatást igénybe vevőknek összehangolni a saját dokumentációkat ezzel a rendelettel. Kérem önöket, szavazzák meg a napirenden szóló rendeletet. Köszönöm. Köszönjük szépen, megnyitom a vitát, parancsoljanak, kinek van hozzászólni valója. Amennyiben nincs, a vitát lezárom, és szavazásra bocsátom a második napirendi pontot. Ki van a napirendi pont elfogadása mellett? Ellene? Tartózkodik. 20 igen szavazattal elfogadtuk. A harmadik napirendi pont, rendeleti javaslat az állattartásról és védelemből. A napirendi pontot Sáfrány Attila felügyelőségi szolgálat vezetője ismerteti, kérem. Üdvözlöm a tisztelt egybegyűlteket. Én kaptam azt a feladatot, hogy néhány szóba ismertessem önöknek az új állattartásról szóló rendelete. Tisztelt képviselő urak, most eltekintenék attól, hogy részletesen ismertessem ezt a rendeletet, inkább megpróbálok rámutatni a legfontosabb változtatásokra, illetve néhány háttérinformációval szolgálni annak érdekében, hogy megkönnyítsem önöknek aztán a szavazást. Az állattartás szabályozása Kanizsa területén már elég hosszú múltra tekint vissza. Jelenlegi rendeleti javaslat
ami önök előtt van, egy nagyon fontos újdonsággal szolgál, mégpedig azzal, hogy most már az egész község területére kiterjed ez a bizonyos állattartási rendelet, és ez nagyon fontos a mi munkánk számára, hiszen mondom, nem árulok el önöknek titkot azzal, hogy községünk területén is igen nagy gondot jelent a kóborállatok, illetve hát magának az állattartás eddig nem szabályzott tevékenységének megléte. Bízom benne, hogyha elfogadásra kerül ez a rendeletjavaslat, akkor a mi munkánkat is, és hát a lakosság megélhetését is segítik ezzel. Továbbá szintén fontosnak tartom elmondani, hogy próbáltuk úgy összeállítani ezt a bizonyos rendeletet, hogy akiknek a megélhetését jelenti az állattartás, azoknak a sorsát ne nehezítsük túl. Tehát nyilván, aki hivatásszerűen foglalkozik állattartással, az ő tevékenységüket más előírás szabályozza. További fontos változtatásként említeném meg, illetve fontosnak tartom elnézést elmondani azt, hogy ez a bizonyos rendeletünk igen hosszú utat járt be, tehát minden egyes helyi közösség megkapta ezt a bizonyos községi rendelet javaslatot, volt alkalmuk betekintést nyerni és a véleményüket benyújtani hozzánk, és természetesen, hogy azok a helyi közösségek, akik éltek ezzel a lehetőséggel, az ő javaslatukat igyekeztünk ebbe az új rendeletbe beépíteni. Köszönöm szépen a figyelmüket. Ha kérdés van, akkor szívesen. Köszönjük szépen. Megnyitom a vitát. Parancsoljanak, kinek van hozzászólni valója. Bacskony István képviselő. Tisztelt elnök úr, tisztelt testület! Én, mint Horgos helyi közösség elnöke, is szolgalmaztam a rendeletnek a létrehozását és elfogadását. Horgos helyi közösség tanácsa többször megtárgyalta a rendeletet, és nagyon sajnálom, hogy azok a tanácstagok, akik az előbbi rendeletre boksoltak, hogy Horgos is három övezetre hosszuk fel, egy utolsó ülésen visszavonták, és Horgos teljes mértékben a harmadik övezetbe szólulták be. Nagyon sajnálom, lesznek ebből még problémák. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Van-e még valakinek hozzászólni valója? A dalárnök úrnak adom a szót. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, reagálva az előző felszólalásra, pont a problémák elkerülése véget van napirenden ez a rendeletjavaslat. És azt kell, hogy mondjam, hogy Horgosra természetesen ugyanúgy vonatkozik az összes általános rendelkezés, mint a többi helyi közösségre, hiszen ezzel a rendelkezéssel Horgos mind a hármas zónába tartozó település van meghatározva, ugyanúgy, mint Kispiac, Orom vagy bármelyik másik falu, helyi közösség községben. Az tény is való, hogy Magyar Kanizsa után Horgos a legnagyobb lakott település, de azért tudnunk kell, hogy Horgos is mezőgazdasági beállítottságú. És én úgy érzem, hogy nem indokolt az, hogy a jószágok számát olyan mértékben behatároljuk, mint hogy Kanizsán az első és második övezetben, hiszen ezzel bizonyos embereknek a megélhetését vonnánk kérdésbe. Én támogatom, hogy ebben a formában kerüljön ez a rendeletjavaslat elfogadásra. Köszönöm. Köszönjük szépen. Van még valakinek hozzászólni valója? Második körbe? Megadom a szót magának, elnézünk. Második körkönben nincs, hiszen mint frakció vezető. Tudom, de személyt érintés volt, mert eltérünk ettől, parancsoljon. Köszönöm szépen. Én nem azt mondtam, hogy az általános rendelkezések nem vonatkoznak Horgos területére, természetesen vonatkoznak, csak a szigorúbb központ, az első övezet kellett volna, hogy legyen Horgos, a második többi maradhatott volna a harmadikban, és azt mondtam, hogy nagyon sajnálom, hogy azok a képviselők, akik előtte folyamatosan mellett álltak, támogatták az állattenyésztőknek a javaslatát, a szépen lassan utolsó ülésen mind ellene szavaztak. Köszönöm.
Köszönjük szépen, megértettük, a hiba ki lett javítva, erről szól a munkánk, a végeredménye lényeg. Köszönöm. Van-e még valakinek hozzászólnia való? Nincs, amennyiben nincs, lezárom a vitát és szavazásra bocsátom a harmadik napirendi pontot. Ki van a napirendi pont elfogadása mellett? Ellene tartózkodik. Egy tartózkodó. 19. Elnézést, igennel elfogadtuk a napirendi pontot. Áttérünk a negyedik napirendi pontra. Rendeletjavaslat a Magyar Kanizsai Község által nyújtott szociális védelmi szolgáltatásokról és anyagi támogatásról. A napirendi pontot Kassa Attila, az Általános Ügyek és Társadalmi Tevékenységek főosztályvezetője ismerteti. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! A szociális védelmi jogosultságokat érvényesítő rendeletünk 2007-ben született, ezért igazán időszerű volt már, hogy egy frissebb és a törvényekkel összehangolt újabb rendeletjavaslat szülessen. Rendeletjavaslat, mely önök előtt van, Magyar Kanizsa Község által biztosított szociális védelmi szolgáltatásokhoz és anyagi támogatásokhoz való jogosultság érvényesítésének fajtáit, mértékét, feltételeit és módját határozza meg. A rendeletjavaslat a szolgáltatásokat a következő szegmensekre terjeszti ki. A napi közösségi szolgáltatásokra, melyek testi fogyatékos, illetve értelmi nehézségekkel küszködő gyermekek és fiatalok, valamint ugyanilyen felnőttek és kockázatos családból kikerülő gyermekek napközi tartózkodását fedezik, tehát ez a házi segítségnyújtás, az önálló élet támogatásának szolgáltatásai, a személyi segítség, tanácsadó terápiás szolgáltatások, elhelyezési szolgáltatások, menhelyi elhelyezés, bántalmazás, erőszak és emberkereskedelmem áldozatainak elhelyezése, valamint az anyagi támogatások, melyek az alábbiakra terjednek ki, tehát az egyszeri pénzsegélyek, mely adható pénzben és természetben, az otthonbeli vagy családi elhelyezéskor nyújtandó támogatás, az ingyenes étkezés, úti költségtérítéshez való jogosultság, temetési költségek megtérítéséhez való jogosultság és a pénzbeli gyorssegély. Ez egy széles körű és a szociális szférában mindent felölelő rendeletjavaslat, úgyhogy kérem önöket, hogy fogadják el. Köszönjük szépen, megnyitom a vitát, van-e valakinek hozzászólni valója? Amennyiben nincs, a vitát lezárom és szavazásra bocsájtom a negyedik napirendi pontot. Ki van a napirendi pont elfogadása mellett? Ellene? Tartózkodik? Köszönöm, egyhangulat. Áttérünk az ötödik napirendi pontra. Rendeletjavaslat a Magyar Kanizsa Község köztulajdonában álló ingóságok köztulajdoni jogosultságának, a Szerb Köztársaság Belügyminisztériuma Nagykikindai Rendőrkapitányságának Magyar Kanizsai Rendőrőrségre való térítésmentes átruházásáról. A napirendi pontot Kassa Attila, az Általános Ügyek és Társadalmi Tevékenységek főosztályvezetője ismerteti útszint. Kérjük szépen! A Magyar Kanizsai Községi Közlekedésbiztonsági Munkatárstület 2010-től kezdve a törvényi rendelkezéseknek megfelelően minden egyes naptári évre megállapítja a szabálysértési pénzbírságokból beszedett pénzeszközök felhasználásának programját. Az elfogadott programnak megfelelően az eszközök egy részét az önkormányzat egyebek mellett a közlekedési rendőrség egységeinek műszaki felszerelésére fordítja. A közigazgatási hivatal a programnak megfelelően a rendőrség számára szükséges ingóságokat beszerezte. Mindez még nem oldotta meg azt a problémát, hogy ezek a beszerzett dolgok továbbra is Magyar Kanizsa Község köztulajdonát képezték. A köztulajdonról szóló törvény értelmében Szerbiának, a Vajdaság Autonóm Tartománynak és a helyi önkormányzatoknak lehet köztulajdona. Ennek megfelelően rendeletjavaslatunk a rendőrség számára megvásárolt dolgokat Szerbia köztulajdonába helyezi, majd pedig az illetékes minisztérium a helyi rendőrkapitányságoknak ezt megfelelőképpen leossza és a használati jogot átruházza rájuk. Ezért kérem önöket, hogy fogadják el a rendeletjavaslatot. Köszönjük szépen, megnyitom a vitát. Ki van? Kinek van ezzel kapcsolatban hozzáfűzni valója, kérdése? Bacskon István, képviselő úr.
Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! A polgárok már többször kérdezték tőlem, hogy az új Skoda, ami itt van bent a fészer alatt, fehér színű luxus gépkocsi, kinek a tulajdonában van. Hát most kiderült, hogy a község tulajdona és a rendőrségre lesz átruházva. És akkor most én kérdezem azt, hogy a közlekedési rendőrségnek nem lett volna jobb esetleg terepjáró gépkocsira, vagy másfajta gépkocsira olcsóbb, és abból kettőt vásárolni, mint egy Skoda luxus kocsit, amit esetleg már csak egy ember fog hajtani, maximum kettő, tehát a rendőrségi osztályvezető vagy a parancsnok. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Van-e még valakinek hozzászólni valója? Bere Sándor képviselőnek megadom a szót a válaszra. Tisztelt képviselők, azért jöttem én ide a szószékhez, mivel én vagyok ennek a közlekedés biztonsági bizottságnak az elnöke. Mi hozzuk meg az évi tervet, illetve a programot. Annyit kell tudni ezekről az eszközökről, hogy a büntetésekből befolyt összegnek a 30%-ával rendelkezik a község, és ez is szigorúan céleszköz. Egy egész kis kiadványt adtak ki Beográdban, ahol megvan, hogy hány százalékat kell az infrastruktúra fejlesztésre fordítani, hány százalékát kell visszaforgatni a rendőrségi munka javítására, és így tovább. Úgyhogy ebből az eszközből lett ez megvásárolva, a bizottság ezt a programot elfogadta, és a bizottság tagjának, akkor a titusz volt a tagja, az ő kérésére lett ez berakva. Úgyhogy ez gyakorlatilag az ő eszközük, mi csak jóvá hagytuk, hogy ez meg legyen vásárolva. Köszönjük szépen a választ. Van-e valakinek még kérdése? Amennyiben nincs, a vitát lezárom és szavazásra bocsátom az 5. napirendi pontot. Ki van a napirendi pont elfogadása mellett? Ellene? Tartózkodik? Egy tartózkodó, 19 igen szavazattal elfogadtuk napirendi pontot. Áttérünk a 6. napirendi pontra. Rendeletjavaslat a 2015-ös évi Magyar Kanizsai Község költségvetésről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről. A napirendi pontot Dobonkos Tibor, a pénzügyi költségvetési és helyi adóigazgatási osztályvezető ismerteti. Kérjük szépen. Elnök úr, köszönöm szépen a szót, tisztelt képviselők! Önök előtt van a költségvetési rendszerről szóló törvény által meghozandó revalansz, amely tartalmazza az általános részt, a különböző nagy beruházásokat és az egyéb részeket, amelyek a különböző kapitális projektumokat is egyenként felsorolják. Marika, megengeded, de jövök, menjen szépen. Mindezen projektumok megváltoztatására azért volt szükség, mert a különböző beviteli források megváltoztatása tehát a pénzelési források megváltoztatására volt szükség bizonyos helyi közösség és bizonyos felhasználók, indirekt felhasználók esetében. A megváltoztatás vonatkozik egy bizonyos eszköznagyságra, amelyet az eredendő költségvetési nagyságban mi 13-as forrásként, azaz az előző évből származó forrásként kezeltünk. Ezt változtattuk most meg, és kiegyenlítettük a zárszámadásban megjelenésre került összeg nagyságával, amelyet az előző pénzügyi évből hoztunk át. Ahogyan láthatják, a negyedik szakasz tartalmazza mindezen nagy beruházásokat, mégpedig 54 pontban, és figyelembe vettük azokat a szükséges momentumokat, mely szerint a köztulajdonban ezek az eszközök hol léteznek, ki a köztulajdon szerint ezen eszközök tulajdonosa. Az 5. szakaszban a tervezett bevételforrásokat határoztuk meg, és meghatároztuk ugye a tavalyi évből áthozott eszközök nagyságát. A 6. szakaszban az összkiadások tervezetét láthatják, a 7. szakaszban pedig a funkcionális költségvetési leosztás különböző tételeit. Az összköltségvetés nagysága 996 millió dinárról 1 milliárd 105 millió dinárra módosul ebben a költségvetési kiigazításban, és ennek az elsődleges tényezője, illetve kiváltó oka az, hogy ezt a pénzügyi forrást megváltoztattuk ebben a módosításban.
A különleges rész a 9. szakaszból kezdve tartalmazza mindazon kiadásokat, amelyeket a program szerinti költségvetési rendszer tartalmazhat. Kisebb változásokat láthatnak, ahogyan az előbb említettük, főleg a helyi közösség esetében lett átcsoportosítva olyan beruházás, amely a köztulajdonról szóló törvény értelmében nem őket illeti, és ezen a köztulajdonban lévő eszközön beruházás történik, így a község marad beruházóként és nem a helyi közösség. Ezeket a változásokat láthatják a különleges részben. Ezen kívül kiemelném azt, hogy az önkormányzati költségvetés egészségvédelemre kiválasztott eszközei növekednek több mint 10 millió dinárral, annak érdekében, hogy biztosítsuk a zavartalan egészségügyi ellátást az egész község területén. A helyi közigazgatás tételein belül láthatnak egy nagyon nagy változást a 16. oldalon az 511-es tételcsoporton belül, mégpedig az egyéni projektumokat innen pénzeljük, innen áttettük az egyéni projektumok különböző részeire azt a bizonyos 30 milliónál ellátott eszközt, ami most csak 3 millióra csökken, de ez a különböző projektumokban, kapitális beruházásokban és az itt a 15-ös program alatt található külön projektumokban megtalálható, leosztva pontos elnevezések alapján. A rebalansz vagy a kiigazítás külön figyelmet szentelt arra, hogy a közvilágítás állandó költségeire nagyobb eszköz kellett előlátni az év végéig. Ezt láthatják a 29-es oldalon a közvállattételein belül, illetve a különböző fejlesztési alapok költségvetési tételei, amely a 451-es közgazdasági klasszifikáció keretein belül jelentkeztek, azokat a szubvenciókat a 454-es konton terveztük. Ez egy hiba, amelyet most ilyen szempontból mi kijavítottunk. Ahogyan mondtam, és ugye a helyi közösségek következnek a szintén a program 15-ös program alatt a 32. oldaltól, innen kezdve minden olyan projektum, amely a köztulajdonról szóló törvény értelmében nem az ő tulajdonokat képezi, azok átkerültek az önkormányzat tételei alá. És végül a 10. szakasztól kezdve pedig a különböző célok és indikátorok, vagyis a mérőegységek találhatók, amelyekkel a meghatározott célokat az önök előtt lévő program tervezet alapján mérni tudjuk. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Megnyitom a vitát. Parancsoljanak, van-e valakinek hozzászólni valója? Parancsoljon, mondjuk. Tisztelt képviselőtársaim, tisztelt elnök úr! Egy megjegyzésem van a költségvetés módosítása kapcsolatban. Itt újra nem került bele Tótfolónak az a 400 méteres útszakasza, a bekötő út. Sajnos itt lett el ígéret tedve, tehát az önkormányzat képviselőjén leültünk valamikor télen ebben beszélni. Azt ígérték, hogy a költségvetés módosításán egy alkalom lesz, akkor ezt meg fogják tenni. Ez az útszakasz már évek óta húzzuk, mindenkinek megvan már normális módon csinálva, egyelőtt Tótfalu maradt ki, és most nem tudunk mihoz folyamodni, hogy javítsuk, ne javítsuk, mi lesz vele, tehát mi költsünk rá arra az útra, ami már tarthatatlan így is, erre 400 méteres szakaszra. Én nagyon reméltem, hogy belekerül, és azt látom, hogy újra nem lett benne az egész. A másik dolog még az elektromos szavazással kapcsolatos tétel, ugye 1 millió nem tudom egy dinár, ugye az elektromos szavazáshoz beszerezni a gépeket. Hát itt egy példát mondok, Adaközség mostan állítsa be, tehát csinálja, és Adaközség meg tudta oldani úgy, hogy ezt a gépet, ezt a rendszert a testvérváros adományából építik ki. Nekünk is van, azt hiszem, hogy Kanizsán nagyon sok testvérvárosa, elég komoly városok, esetleg az önkormányzatnak nem ártott volna, vagy nem ártana utána nézni, hát ha tud valaki ebben segíteni, és akkor nem kellene erre is még pénzt kiadni. Meg lehet próbálni. Köszönöm. Köszönjük szépen. Van-e még valakinek hozzáfűzni valója? Domonkos Tibornak megadom a válaszra a lehetőséget. Köszönöm szépen. Valószínű, hogy a bekötő út kivitelezésére majd
pénzeszköz előre látva, figyelmén a mostani költségvetési mutatókat és a bevételi forrásokat valószínűleg nem ezt tartotta prioritásként az a szilletékes szerv, aki előzőleg erre a javaslatra megadta a jóváhagyást. Ami pedig a szavazórendszer beépítését illeti, az több mint 90%-ban a tartományi titkárság pénzelő ilyen szempontból. Ez egy olyan pályázat volt, amit az önkormányzat megnyert, és ezt az eszközt célszerűen költött el erre a célra. Valójában az önkormányzatnak szinte pénzében nem került. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen a választ. Van-e még valakinek hozzászólnia? Amennyiben nincs, berekeztem a vitát, és szavazásra bocsátom rendeletjavaslatot. Kérem, szavazzon, ki van a rendeletjavaslat elfogadása mellett? Ellene tartózkodik, egy tartózkodó, 19 igennel megállapítom, hogy elfogadtuk a rendeletjavaslatot. Áttérünk a 7. napi rendpontra. Rendeletjavaslat a taxis személyszállításról szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről. Sáfrány Attila, a felügyelőségi osztály vezetőjét kérném szépen. Tisztelt képviselő, hölgyek és urak! A meglévő taxis rendeletünk néhány apróbb módosításra szól, mivel hogy időközben az alaptörvények, ami ezt a tevékenységet szabályozták, módosításra kerültek. Csak a legfontosabbakat említeném néhány szóba. Azt szeretném kihangsúlyozni, hogy én úgy vélem meg, aki dolgozott ezen, hogy könnyítettünk a taxisok dolgán. Tehát a feltételek, amiknek eleget kell, hogy tegyen egy vállalkozó, aki ezzel a tevékenységgel foglalkozik, az ezentúl kevesebb dokumentációval tudja ezt megtenni, illetve a taxi hely után sem kell ezután fizetnie. Ami szintén újdonságnak számít, az Alkotmánybíróság rendelete vagy döntése alapján alkotmányellenesnek találta azt a tételt nagyon sok önkormányzat rendeletében, amely korlátozta a taxivállalkozók számát egy-egy község területén. Mostantól ez Kanizsa község területén is korlátozás nélküli lesz, tehát nem fogjuk limitálni a taxivállalkozók számát, illetve most már nem csak kanizsai székhelyű cégek nyithatnak, illetve foglalkozhatnak személyszállítással, taxis személyszállítással a községünk területén, hanem községünk kívüli vállalkozók is folytathatnak a mi községünk területén ilyen tevékenységet. Illetve még egy apró változtatás, hogy ezentúl a könnyebb megkülönböztethetőség érdekében a taxi járművek utolsó két betűje az TX. A többi változtatás az gyakorlatilag a tevékenység egyes fogalmait hivatott pontosabban meghatározni. Köszönöm. Köszönjük szépen, megnyitom a vitát, kívánja valaki hozzászólni. Amennyiben nem, a vitát lezárom és szavazásra bocsátom a rendeletjavaslatot. Kérem, szavazzunk, ki van a rendeletjavaslat elfogadása mellett. Ellene tartózkodik, 19 szavazattal elfogadtuk a rendeletjavaslatot. 8. napi rendi pont, rendeletjavaslat a Magyar Kanizsai Knessza Oktatási és Művelődési Intézmény alapításáról szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről. Milovánovics Mária, KKT titkárát kérem ismertessenek meg. Tisztelt képviselők, a Magyar Kanizsai Knessza, ami alapításáról szóló rendelet módosítása pár okból kifolyólag szükségeltetett, módosítottuk az alapító okirat azon rendelkezéseit, amelyek a tevékenység elvégzésére vonatkoznak, mivel hogy a Knessza egyik munkaegysége végezte a köztájékoztatási tevékenységet, az Info TV, ez a továbbiakban a az idevágó törvénnyel, jogszabályokkal nem alkalmas. A hatályos jogszabályoknak megfelelően az alapítókiratot kiegészítettük az igazgató fölmentéséhez szükséges feltételekkel, az intézmény vagyonával kapcsolatosan a rendelkezéseket módosítottuk és egybehangoltuk az érvényben lévő köztulajdonról szóló törvénnyel,
meghatároztuk az alapító és az intézmény kölcsönös jogait és kötelezettségeit, valamint az igazgató és felügyelőbizottsági megbízott elnök és tagok kinevezését összehangoltuk az érvényben lévő művelődési törvénnyel, az intézmény megszűnését pedig a közszolgálatokról szóló törvény értelmében rendeztük. A Magyar Nemzeti Tanács, mint a KNESA társalapítója megküldte jóváhagyását, az anyagba ezt meg is kapták, ezekre a változásokra is kérem fogadják el. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, megnyitom a vitát, kívánja valaki hozzászólni a perendi ponthoz. Amennyiben nem, a vitát lezárom, és szavazásra bocsájtom a 8. napirendi pontot. Ki van a rendelet javaslat elfogadása mellett? Ellene? Tartózkodik. 19 igen szavazattal, egyhangulag elfogadtuk. 9. napirendi pont. Rendeletjavaslat a Magyar Kanizsai Községi Képviselőtestület ügyrendi szabályzatának módosításáról és kiegészítéséről. Újfent megkérem a képviselőtestület titkárát ismertesse ezt a napirendi pontot. Tisztelt képviselők! Ahogyan az imént említette a pénzügyi osztályvezetője, önkormányzatunk egy tartományi titkárság részéről kiírt pályázat keretein belül az elektronikus szavazás nevű projektumot 2015. június 30-áig el kellett, hogy végezze, ez meg is történt. Közbeszerzés alapján lett kiválasztva a kivitelező, aki elvégezte ezeket a teendőket. Ebből eredően össze kellett hangolni az érvényben lévő ügyrendi szabályzatunkat ezekkel a változásokkal. Elsősorban a szavazás módját érintő rendelkezések módosultak, ahogyan látták az anyagból is. A továbbiakban valószínűleg a szeptemberi üléstől a képviselők helyükről szólalnak fel, saját szavazógépi egységük lesz, a szószékről a tisztségviselők, illetve az előterjesztők és a többi közigazgatási hivatal alkalmazottai fognak szólni. A 83. szakasz módosítása meghatározza a tagok szavazógépi egység révén, miként jelentkeznek hozzászólásra. A jelentkezés módja olyan esetben, ha a képviselő az ügyrendi szabályzat sértését kérelmezi. Továbbá a 93. szakaszban a karfölemelés továbbra is, mint szavazás, név szerint történő szavazás pontosítása és az elektronikus szavazási rendszer módját. A 91. szakaszban a szavazógépi egység révén való szavazás módját, a szavazás rendelkezésére álló időt, valamint a szavazási eredmény kihirdetését is részletezzük. Két új szakasz beépítése történt a 94. alszakaszban, a karfölemeléses szavazás módját, a 94B-ben pedig a név szerinti szavazás módját pontosítjuk. Az illetékes állandó munkatestület, a képviselőtestület elfogadja a szabályzat módosítását, elkészíti az egységes szerkezetbe foglalt szöveget. Köszönöm. Köszönjük szépen. Csak pár szót fűznék ehhez még, tehát a következő ülés előtt, jóval előtte már fognak kapni egy tájékoztatót, ahol majd ki kell, hogy válasszák önök a helyét, tehát meg lesznek ezek a szavazóegységek számozva, és egy rövid bevezetőt majd az ülés előtt, tehát nem komplikált a dolog, ami még fontos, hogy ettől kezdve elektronikus jegyzőkönyvvezetés lesz, és hát a mellettünk látható kijelzőn pontosan tudjuk a jelenléttől kezdve minden adatot, és ami még fontos, hogy ez a rendszer ezzel a kijelzővel más előadásokra is alkalmazható, használható, tehát szerintünk mindenféleképpen hasznos. Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát, van-e valakinek kérdése, hozzászólni valója? Amennyiben nincs a vitát, lezárom és szavazásra bocsátom a rendeletjavaslatot. Kérem, szavazzunk, ki van a rendeletjavaslat elfogadása mellett? Ellene? Tartózkodik, egyhangulag, köszönöm. Áttérünk a 10. napi rendi pontra. Magyar Kanizsai Regionális Kreatív Műhely 2016-os évi munkaprogramja. A napi rendi pontot Bicskei Zoltán, a kreatív műhely igazgató ismerte. Tisztelt elnök úr, tisztelt jelenlévő! Amíg ide igyekeztem a város házára, és átjöttem ezen a szörnyűségen, azon gondolkoztam, mennyi értelme van arról beszélni, hogy jövőre milyen kultúrát, mit szervezünk.
hiszen már most érezzük, hogy elkerüli a város lakossága a központot, az ott lévő intézetek mind érezik ezt a problémát, nem tudom ősztől mi lesz, ez csak az egyik kell gondjainknak. A másik nagyobb gondunk a jövő évi tervvel kapcsolatban éppen a pénzügyi dolgok kiszámíthatatlansága, és ez, erre nem a községét értem, mert az kiszámítható és kezelhető, hanem elsősorban a tartományt. Én ugyanúgy le kell adnom a tartománynak is, mint a községnek ilyenkor az éves tervet, de az, hogy az idei évre mennyi pénzt kapok, az tegnap mondta még a tartomány. Felit, mint tavaly. Tessék így tervezni és dolgozni. Tehát a tartomány drasztikus kiszámíthatatlansága és csökkenése, valamint a belgrádi és budapesti pályázatok elaprózódása és késése, ez mindannyiunk intézményeit elég kilátástalan helyzetbe sodorja már, ami a terveket illeti. Ezt azért is mondom, mert bizonyára látják az idei tervben, hogy vannak olyan programok, amiket a tavalyiból átemeltem, hiszen ugyanezek a gondok ismétlődtek akkor is, és nincs más megoldás, mint újra nekiveselkedni, megpróbálni, hát ha az idén szerencsésebbek leszünk. 31 műsort tervezünk, 31 tartalmat tervezünk létrehozni. Ebben a helyzetben természetes az is, hogy egyre inkább összefogással. Itt nem csak a magyar kanizsi intézményeket, tehát Knessát, József Attila könyvtárt, iskolákat, hanem az Zentai Vajdasági Magyar Művészeti Intézetet, az Európa Kollégiumot, a Belgrádi Építész Egyetemet és másokat is számon tartunk, és talán így sikerül sok mindent megvalósítani, reményeink szerint. Ami számomra különösen fontos, és hogy ne csak ilyen keserű dolgokat mondjak, az pedig az, hogy a magyar kanizsai fiatalok egyre nagyobb számba vesznek részt a műhely munkáinkban, önállóan csinálnak különböző tartalmakat, úgy önállóan, hogy összefognak a környező városok és a szűk régió más-más alkotóival és intézményével. Ez jó, mert eddig ezt nem láttuk, mindig egy belterjes dolog működött, tehát itt van rá esély, hogy fűnöl egy olyan nemzedék, aki tudja folytatni a tartalmas művészeti alkotást. Ezért remélem is, hogy továbbra is a község kitart a szilárd támogatásuk mellett, értve ebben minden községi intézményt. Zárjelben jelzem meg, hogy én is nagyon drukkolok, hogy új zongorát kapjanak Knessa, hiszen benne van az ő jövő évi tervükbe. Látszólag ebben a nehéz helyzetben ez szint fölöslegesnek tűnik, de ez a 99 éves zongora, ez fölmondta a szolgálatot, innentől kezdve nem lehet vele dolgozni. Nekem is ezért kellett a szabados műhelyt átrakni az idei műsorba, tehát idevág a kérdés, és remélem, hogy jövőre például ez megoldódik. Ami nekem még különösen nagy érvágás volt, 3 nappal ezelőtt a jóga kurzus lemondta a részvételét, ennek a bevételéből pénzeltem volna jövőre több programot, hogy ez mekkora kiesés, többször elmondtam már, a 5,5-6 millió dinárt költenek kanizsai szolgáltatásokra, piac, szállítás, hotelok, ezek a jogások. Az idén 2 műhelyt mondtak le, szeptemberben és októberben. Ez nekem több mint 100 000 dinár kiesést jelent a regionális kreatív műhelynek, az Art Hotelnak többszörösét, nem beszélve a városiakról, ugye mondom, hogy micsoda összegről van szó. És ezt azért mondták le, mert a múlt héten a BBC leadta a riportot, hogy néz ki a központunk. Tehát én azt remélem, hogy ha a kárt okozókat tudjuk tartományi pénzből segíteni, most mindegy, hogy vízzel vagy orvossággal, a saját önkormányzat intézményeket, akik kárt szenvednek, valami módon ebből a pénzből vagy támogatásból szintén kellene kárt pótolni. Hát hogy nem tudom elképzelni morálisan, hogy a kárt okozókat támogatjuk, a kárt szenvedőket, a kártvallókat, akik ráadásul mi fiaink, hogy így mondjam, mi intézmények, azt még ne támogassuk. Tehát ezt egy komoly problémának tartom, jelentkezünk majd ebben kapcsolatban kérvénnyel. Másfelől még annyit szerettem volna mondani, az egész kérdésbe. Kicsit irigylem a szerkeresztúriakat, ők összefogtak és elérték, hogy az egész áradatot eltérítették a falujukból. Hát adjon az Isten nekünk is erőt, hogy megoldjuk ezeket a gondokat. Köszönöm. Köszönjük szépen. Én megragadom az alkalmat csak az első mondatára az igazgatónak. Én válaszolnák, tehát a menekült ügyi helyzetét az sajnos az önkormányzat nem tudja, csak a regionális kreatív műhely szempontjából kezelnem, ez egy községi szinten történt. Tehát ez mindenki problémája, és ennek nevében cselekedik. Megértjük, hogy probléma, de sajnos mindenhol probléma. Köszönöm, megnyitom a vitát, kinek van hozzáfűzni valója, Bacskonistán, parancsoljon. Tisztelt elnök úr, engedje meg, hogy mi, ahogy ön is említette, és az igazgató is említette, hogy ha
az intézmények által szenved a menekültektől, akkor sokkal nagyobb kárt szenvednek a mezőgazdasági termelők. Horgoson köröztül vonulnak csatasorban, csataláncban, és amit találnak friss gyümölcsöt, zöldségfélét, azt mindent tarolnak lefelé. Képviselő, ott millió szépen azért maradjon, utána röviden válaszoltam én a kérdésre. Köszönöm. Van-e még valakinek hozzászólni valója? Amennyiben nincs, a vitát bezárom és szavazásra bocsájtom a 10. napirendi pontot. Kérem, szavazzunk, ki van a napirendi pont elfogadása mellett? Ellene egyhangulag 20 szavazattal elfogad. Következik a 11. napirendi pont, a Magyar Kanizsai József Attila könyvtár 2016-os évi munkaprogramja. A napirendi ponton dr. Katkis Zoltán, a könyvtár igazgatója fogja ismertetni. Kérjük. Elnök úr, tisztelt képviselők! A Magyar Kanizsai József Attila könyvtár a községünk egyetlen közgyűjteménye, amely alaptevékenységének keretein belül az egyik fő tevékenységi területe a könyvállomány gyűjtése, amely a következő évben is tervezzük folyamatosan. Az idei év meg a tavalyi kivételes volt, hiszen több mint 1 millió dinárba tudtunk könyvet beszerezni. Az idei év nem lesz ennyire sikeres, hiszen valószínűleg nem fogunk akkora támogatást kapni, mint tavaly a Nemzeti Tanácstól. Az idén is a könyvek beszerzését a vásárlás útján tervezzük, valamint pályázatok útján, és az írók, valamint az olvasók ajándékaként, stb. A másik fontos területe az alaptevékenységnek a helyismereti gyűjtemény gyűjtése, megalapozása és feldolgozása. Ugye tudni kell azt, hogy a könyvtárosaink rendszeresen minden történést, ami a sajtóban és egyéb helyeken megjelenik, gyűjtenek, katalogizálják, és ez a könyvekre is igaz, mind a régi kartonos, valamint a elektronikus úton is feldolgozzák. Az alaptevékenységről röviden ennyit mondani, ennyit tervezünk jövőre. A művelődési programokra térnék át, amelyet kettő részre bontanék, az egyik elsősorban természetesen a gyermekekre vonatkozik, tehát a következő évben is tervezzük a különböző foglalkozásokat a diákokkal, gyermekekkel, ilyen a téli szünidei foglalkozás, versmondó verseny szervezése, mesemondó verseny szervezése, és a nyári szünetben pedig, ami már lassan majd beindul, az olvasónapló írása, amelyhez ugye eleget, különböző feltételeknek kell, hogy a gyerekek eleget tegyenek. Egész évben tervezzük a folyamatos foglalkozást a gyermekekkel, tehát ezen versenyeken, foglalkozásokon felül, amelynek a gyűjtő névén az lenne a neve, hogy olvasóvá való nevelésprogram. Ez azt jelenti, hogy egész évben, tehát az iskola évzel párhuzamosan, folyamatosan foglalkozásokat szervezni fogunk a következő évben is a gyermekek részére. Nagy népszerűségnek örvend, és ez annak, hogy ez a program milyen sikeresen folyik, és folyni fog a jövőre, következő évben is, az köszönhető annak is, hogy nagyon jó az együttműködés az óvodákkal és az iskolákkal. És a tanítónők, óvónők nagyon nagy szeretettel jönnek könyvtárunkba. A fölnőttek számára is természetesen rendszeresen, heti rendszerességgel szinte mondhatjuk, hogy foglalkozások, rendezvények vannak, író-olvasó találkozók, kiállítások, stb., amelyeknek az időpontja hagyományosan minden hét csütörtök 17 óra. Ez igaz a Horgosra is, meg a Kanizsai könyvtárra is. Kiemelném a Zero tábor, mint az egyik legsarkalatosabb, legjelentősebb esemény itt a könyvtárunk, amit a következő évben is meg fog szervezni, megszervezése, valamint amit még ki szeretnék emelni, a
hogy az előttem szóló Bicskei úr nem tért ki rá, de közösen pályáztunk a Magyar Művészeti Akadémiánál, ahol a következő évre is sikeresen nyertünk, és három minőségi előadást, író-olvasó találkozót fogunk megszervezni a következő évben is, magyarországi híres írókkal, művészekkel, és a fórumházzal is. Tehát ami még itt mondani, hogy még a fórumházzal is, hogy felvettük a kapcsolatot, és ott több fórum által kiadott könyveknek bemutatás is sor kerül. Hát a művelődési programokról nagyon röviden, dióhéjben ennyit mondanék. Ezen program megvalósítása ugye a könyvtár épületében fog történni, amely a kanizsai részlegnek minden igényt kielégít. Ugye, folyó évben is tavaly kisebb állag, megőrző állagjavító intézkedéseket foganatosítottunk, úgyhogy jelen pillanatban el lehet mondani, hogy a könyvtár a kanizsai teljesen ilyen szempontból rendben van. A Horgosira sajnos ez nem mondható el, de jó hírrel tudok szolgálni. Ha minden igaz, akkor megvannak a megfelelő pénzeszközök, hogy a Horgosi Művelődési Ház, annak keretein belül pedig a könyvtári részlet még az idei évfolyamán el fog készülni, és amennyiben ez tényleg így lesz, akkor a Horgosi Művelődési Ház keretein belül lévő könyvtár épületét is szépen be fogjuk rendezni, reményeim szerint. Röviden ennyit szerettem volna mondani, köszönöm. Köszönjük szépen a beszámolót, igazgató úr. Megnyitom a vitát, kinek van hozzászólni valója. Bacskony István képviselő, parancsoljon. Mivel az igazgató úr a Horgosi Könyvtárat is említette, vannak pénzeszköz 12,5 millió dinár lett nyerve a Horgosi Kultúrháznak a befejezésére. A fűtés hűtésre, nem az épületben lévő tárgyi berendezésre sajnos. Köszönöm. Van-e még valakinek hozzászólni valója? Pillanat, végére hagyjuk. Parancsolja van. Szeretném az igazgató urat megkérdezni csak azt, hogy a Zementét, a Nemzeti Tanács mennyi pénzzel, vagy mennyi százalékba kimutatva, mennyi pénzzel támogatja a könyvtárnak a munkáját? Csak ennyit szeretnék kérdezni. Köszönjük. Van-e még kérdése valakinek? Amennyiben nincs, megadom a szót az igazgatónak, parancsolja. Egyetértek a Bacskulin úrral, tehát ez a könyvtár, tehát a művelődési ház befejezésére szolgáló pénzösszeg, amit mondott, de hát mi akkor tervezni fogjuk a bútorzatra is az összeget, remélem. Mert az idén is jutunk hirtelenül ezzel kapcsolatosan, mivel már tartománynál pályáztunk és nyertünk is 100 000 dinárt bútorzatra, hát amik az íróasztalra meg a székekre elég lesz. Jövőre is megpályázunk, meg gondolom, hogy a községi költségvetés is eleget fog reményeim szerint tenni, de a Horgosi helyi közösségre is számítunk, hogy szépen berendezzük a könyvtár épületét. A Bontovics úr kérdésére annyit tudok mondani, hogy, a Magyar Nemzeti Tanács például tavalyi évben, tehát ezért, hogy is mondjam, 2014. decemberében 700 ezer dinárral támogatta az alaptevékenységhez szükséges könyvállomány bővítését, valamint rendszeresen támogatja például az írótábor megszervezését is, mert jó-jó az írótábornak a költségét durván 80%-ba a pályázatok útján kapjuk, a nemzeti, tudjuk megvalósítani, valamint a Nemzeti Tanács által adott összeg is ide tartozik. És így röviden ennyi jutott most hirtelen eszébe, hogy mivel ilyen módon és jellegűen támogatja a Nemzeti Tanács, támogatja a könyvtárunkat. Köszönjük szépen! Ezzel a vitát lezárom, kérem szavazzunk, ki van a 11. napirendi pont elfogadása mellett. Ellene tartózkodik egy hangulat. Áttérünk a 12. napirendi pontra. A Magyar Kanizsai Knessza Oktatási és Művelődési Intézmény 2016-os évi munkaprogramja. A napirendi pontot Csarnyai Károly, a Knessza igazgatója ismertet.
Tisztelt elnökség, tisztelt képviselő, hölgyek képviselő úr! Az intézményünk minden évben június 30-áig köteles a művelődésről szóló törvény nyelvű szamba benyújtani a jövő évi munkaprogramját. Így került önök elé ez a program. Mint már az előzőekben elhangzott, az alapítói rendelet módosításával kapcsolatban tevékenységünk szűkülni fog. Jövő évre már nem tervezzük az infotévés tevékenységet. Hasonlóképpen pénzügyi okok miatt nem tervezzük a műjégpálya üzemeltetését sem, viszont a Művészetek Háza és a felnőttképzési részek további tevékenysége foglaltatik benne a mostani programtervünkbe. Pénzügy, ahogy előttem főszólalók pénzügyileg már jellemezték, a kultúrára sajnos nem sok jut, de feladatunk és az eddigi eredményeink mutatják, hogy tapasztalatunk és a rugalmasságunknak köszönve úgy a felnőtt képzésben, mint a kultúrában tudunk programokat nyújtani és kínálni a közönségnek. Mégpedig a mondással ellentétben, hogy nem sok pénz, tehát amennyi pénz, annyi muzsika, igyekszünk sok olyan programot önök elé, illetve közönség elé hozni, amely ingyenes, és ezt köszönhetjük az együttműködő partnereinknek, és hát többek között így a Nemzeti Tanácsnak is, mely társalapítónk. Ebbe az évbe például két színházi előadásnak a tájolását finanszírozta. Reméljük ez a jövőben is megmarad. Azt sajnos beépíteni a tervünkbe nem tudtuk. Ami a tervre jellemző, az, hogy szeretünk és szeretnénk továbbra is a fiatalokkal foglalkozni, gyermekekkel, hiszen ők a jövőt jelentik számunkra, és szeretnénk, hogyha ők is megfelelő programok, megfelelő környezetbe nevelkednének fel. A Nemzeti Tanács az elmúlt heti ülésen tárgyalta programunkat, és elfogadta, kérem, tegyék ezt önök is. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, megnyitom a vitát, van-e valakinek hozzászólni valója? Amennyiben nincs a vitát, lezárom és szavazásra bocsátom a 12. napirendi pontot. Ki van a napirendi pont elfogadása mellett? Ellene? Tartózkodik? Egyhangulag. 13. napirendi pont a Magyar Kanizsai Község Egészségház kollektív szerződése. A napirendi pontot dr. Körmöci László, az egészségház igazgatója ismerteti, kérjük. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! A Magyar Kanizsai Egészségház kollektív szerződése került a napirendi pontra. A szükségesség, amely indokolja ennek a meghozatalát, onnét ered, hogy a munkatörvénye változott, és az ágazati kollektív szerződéssel és a munkatörvénnyel össze kellett hangolni a meglévő kollektív szerződést, amely lényegében le is járt. A Magyar Kanizsai Község és az által alapított egészségház és az egészségházban dolgozók reprezentatív szakszervezete köti meg ezt a kollektív szerződést. A mi jogászunk és a község jogászai átnézték, összehangolták, és ebben a formában terjesszük önök elé elfogadásra. És hát én részletesebben nem ismernék bele a taglalásába, mivel úgy gondolom megkapták mindnyájan az anyagot, és hát kérem, hogy fogadják el. Köszönjük szépen, megnyitom a vitát, van-e valakinek hozzászólni valója? Amennyiben nincs, megköszönjük az igazgatónak, és szavazásra bocsátom a napirendi pontot. Ki van a napirendi pont elfogadása mellett? Ellen? Tartózkodik? Egyhangulag, köszönöm szépen. Áttérünk a 14. napirendi pontra. Határozati javaslat Magyar Kanizsai Kommunalárc Kommunális Szolgáltató Közvállalat 2015-ös évi üzletviteli programja módosításának jóváhagyásáról. A napirendi pontot Dognár Viktor igazgató helyettes fogja ismertetni. Tisztelt képviselők, elnök úr! Maguk előtt van a kommunális közvállalat
kivételi tervének első módosítási terve. A tervet, amit alapvetően elsődlegesen is, ami szükségessé tette, hogy megváltoztassuk, az a orvosi nagy határátkelőnek a karbantartása, ami eredetileg a terveink szerint és az állami vagyonkezelő ügynökség tervei szerint áprilisig kellett, hogy mi végezzük, de egyéb ilyen-olyan okok miatt ők nem tudták kiírni még a pályázatot, így ezt a tevékenységet továbbra is szeptemberig mi fogjuk elvégezni. Ezen kívül néhány kisebb módosítást eszközöltünk, abból kifolyólag, hogy 6 hónapos elemzést készítettünk. Ezek nem annyira lélekbe vágó módosítások, abból kifolyólag vannak, hogy most már lássuk, hogy melyik tevékenységünk, főleg az új tevékenységek, mint például a zoohigiéniai szolgálatunk tevékenysége, ami most indult be, és jobban tudjuk lekövetni az első 6 hónap után ezteket az eredményeket. Részletekben nem mennék bele, talán még ami kisebb változás, jelentősebb az a béreknél található. Ez abból kifolyólag, hogy mi minden hónapban minisztériumoknak küldünk dokumentumokat, amit ők kérnek, hogy alkalmazni tudjunk újabb munkásokat, de sajnos válasz ezekre a kérelmekre eddig nem érkezett egyszer se. A termelői szolgáltatásoknál tulajdonképpen megint ez a legjelentősebb kitétel, ami a határa vonatkozik, és a pénzügyi kiadások és készletek értékcsökkentése pedig egyéb más kiadásokra lett módosítva. Köszönöm szépen, amennyiben kérdés van, akkor válaszolunk a kérdésekre. Köszönjük szépen, megnyitom a vitát, van-e valakinek kérdése, Pacskó István képviselő úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt tanács, mivel többször már beszéltünk a kommunálásznak az országhatáron történő tevékenységéről, hivatalosan többször már elhangzott, hogy a Horgos 2 most augusztus 1-én fog megnyílni véglegesen, de rossz nyelvek egyesek azt mondják, hogy ez megint nem fog megtörténni. A kommunálat esetleg figyelembe vette ezt a lehetőséget, hogy ott is fog-e takarítani, vagy fölkértékére. Ott nem csak takarítás van, hanem szanitáris központ is lesz, tehát egy újabb lehetőségek lenni a kommunálásznak a munkavégzéséhez, mivel hogy Horgos 2 is az országhatárhoz tartozik. Köszönöm. Köszönjük szépen. Van még valakinek hozzászólni valója? Amennyiben nincs, megadom az igazgatónak a viszontlátásra lehetőséget. Ami az új, vagyis a Horgos 2 határátkelőt illeti, mint ahogy mondtam, a Horgos egy nagy határátkelőre is a vagyonülő ügynökség fogja kérni a közbeszerzést. Annak a kimenetele természetesen nem tudható be. Ez ugyanúgy vonatkozik a Horgos 2-re, tehát alanyi jogon a kommunálat már ezt nem tudja végezni, ez is valószínűleg közbeszerzés útján fog majd eldőlni, hogy ki fogja karbantartani. Köszönöm. Köszönjük szépen. Vitát lezárom és szavazásra bocsátom a napirendi pontot. Kérem, szavazzunk ki, van a napirendi pont elfogadása mellett, ellene. Tartózkodunk egyhangulak, köszönöm szépen. 15. napi rendi pont. Határozati javaslat a Magyar Kanizsai Knesze Oktatási és Művelődési Intézmény alapszabálya jóváhagyásáról. A napi rendi pontot Sarnay Károly Knesze igazgatója ismerteti. Az alapítói rendelet módosítása teszi szükségessé, és hát azok a rendszerbeli változások, amelyekről szól az alapító módosítása, azt, hogy megváltoztassuk az alapszabályzatunkat is, a két dokumentum össze lett hangolva, és így módon lett önök elé terjesztve. Kérem, fogadják el. Köszönjük, megnyitom a vitát. Van-e valakinek hozzászólója? Bacskó István szóra jelentkezett. Szavazunk, bocsánat, még a vitát tartunk.
Mivel nincs lezárva a vitát, és most kérem fel önöket, szavazzunk kívánatra a elfogadása mellett, ellene tartózkodok. 19-1. 16. naprendi pont, határozati javaslat a Magyar Kanizsai Községi Településrendezési Közvállalat kollektív szerződéséhez csatolt első számú függelék jóváhagyásáról. A napirendi pontot Kövesdi János, a Településrendezés Közvállalat igazgatója ismerteti. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! A Településrendezési Közvállalat egyik munkatársa március hónaptól kezdve más munkahelyre távozott. Ez szükségesítette a munkafeladatok átcsoportosítását, ami a szisztematizáció módosítása követett, és ennek értelmében a kollektív szerződés módosítása is, kisebb módosítása is szükségesé vált. Ez a módosítás van önök előtt, ami elkészült, és az alapító igényeit is tartalmazza. Köszönöm. Köszönjük szépen. Megnyitom a vitát. Parancsoljanak, ki van hozzászólni valója? Amennyiben nincs a vitát, lezárom, és szavazásra bocsátom a napirendi pontot. Ki van a napirendi pont elfogadása mellett? Ellene? 19-1 hangulag elfogadtuk. Köszönöm. A 17-től 21. napirendi pontig bizottság, igazgatóbizottság, valamint iskolaszéktag fölmentéséről, illetve kinevezéséről szóló határozati javaslatok szerepelnek. Javaslom, hogy a napirendi pontokról egybe vonjuk a vitát. Ki van a javaslat mellett? Ki van, hogy elfogadjuk, hogy egybe tárgyaljuk? Ellene? Tartózkodik egyhangulag. Megkérem a képviselőtestület titkárát, hogy ismertesse a napirendi pontokat. Köszönöm szépen! Tisztelt képviselők! Az első határozott javaslat a Magyar Kanizsai Községi Tervbizottság megalakításáról szól. 2011-ben neveztük ki 4 évre a tervbizottságot, a Községi Tervbizottságot, amelynek 3 tagja volt. Azóta változott a tervezésről és építésről szóló törvény, valamint a minisztérium is meghozta a megfelelő alsóbrendű jogszabályokat, és ezek értelmében készült el a határozott javaslat. 5 tagú lenne a tervügyi bizottság, továbbiakban elnöke maradna Szurap Ágnes, Csipa József, Gulyás Csilla és Zombor községből a tartomány, az illetékes tartományi titkárság javaslatára Jankovics Jenő és Dragana Mudrinic lenne a bizottság tagja. Szakbizottságról beszélünk, eleget kellett tenni bizonyos föltételeknek, amely elsősorban licencekhez fűződnek, a kinevezési javaslatból ezt látják is. Továbbá a határozatjavaslat taglalja a tervbizottság hatáskörét, feladatait, a megbízatás 4 éves szintén, ahogy az előző bizottság részére is, valamint a pénzbeli járandóságot. A következő határozatjavaslat a regionális szakmai pedagógus továbbképző központ igazgató bizottsága elnökének és egy tagjának fölmentéséről és kinevezéséről szól. Mint ahogy tudjuk, az alapítókirat és az alapszabály módosult az előző periódusban. Ennek értelmében Csanádi Erika és Sóti Attilának megszűnik a kinevezése. Helyettük Karácsonyi Elvira lenne a továbbiakban a bizottság elnöke, valamint az alkalmazottak részéről az ott dolgozó Rákics Olga. A következő határozatjavaslat Magyar Kanizsai Knes Oktatási és Művelődési Intézmény igazgatóbizottsága elnökének és egy tagjának fölmentéséről és kinevezéséről szól. Bicskei Bíró Ildikó beadta írásban lemondását, Gulyás Rita tagja volt ennek a bizottságnak, viszont az intézmény kérésére, mivel bizottsági ülésekre nem járt, javasolták az ő fölmentését. Helyettük Teszlis Zorán, Oromhegyesi lakos lenne a bizottság elnöke, és Bende Teodóra, martonosi lakos pedig a tag. A Magyar Nemzeti Tanács időközben megtartotta az illetékes bizottság ülését és megküldte a véleményezését, amivel jóvá hagyta a javasolt tagok kinevezését.
és az utolsó két határozatjavaslat a Horgosi Október 10 általános iskola székének egy tagjának fölmentéséről, illetve kinevezéséről szól. Ábel István az alkalmazottak köréből volt az iskola szék tagja, időközben nyugdíjas lett, és helyette a munkaközösség a tanárok részéről Tilinkó Judit tanárnő kinevezését javasolják. Köszönjük szépen. Megnyitom a vitát, parancsoljak, van-e valakinek kérdése, hozzászólása. Amennyiben nincs, pontonként fogunk szavazni, a vitát lezárom. Kérem, szavazzunk a 17-es napirendi pontról. Ki van a napirendi pont elfogadása mellett? Ellene? Egyhangulag 19 szavazattal elfogadtak, illetve a képviselőtestület meghozta a Magyar Kanizsai Községi Tervbizottság megalakításról szóló határozatot. Felolvasom most a napirendi pontokat, hogy tudjuk, hogy miről szavaztunk, hiszen több van. Szavazásra bocsátom a 18-as napirendi pontot. Ki van a napirendi pont elfogadása mellett? Ellene? Tartózkodunk. 19 igen, nem is tartózkodó szavazat mellett a képviselőtestület meghozta a Regionális Szakmai Pedagógus Továbbképzőközpont Igazgatóbizottsága elnökének és egy tagjának fölmentéséről és kinevezéséről szóló határozatot. Szavazásra bocsátom a 19. napirendi pontot. Ki van a napirendi pont elfogadása mellett? Ellene? Tartózkodik. 19 igen, nem is tartózkodó szavazat nélkül a képviselőtestület meghozta a Magyar Kanizsai Knessze Oktatási és Művelődési Intézmény Igazgatóbizottsága elnökének is egy tagjának fölmentéséről szóló és kinevezéséről szóló határozatot. Szavazásra bocsátom a 20. napirendi pontot. Ki van a napirendi pont elfogadása mellett? Ellene? Tartózkodik. Úgy szintén 19 igen szavazattal a képviselőtestület meghozta a Horgosi Október 10 általános iskola széke egy tagjának fölmentéséről szóló határozatot. Szavazásra bocsátom a 21. napirendi pontot. Ki van a napirendi pont elfogadása mellett? Ellene? Tartózkodik. Úgy szintén 19 igen, nem és tartózkodó szavazat mellett. Nélkül a képviselőtestület meghozta a Horgosi Október 10 általános iskolaszéke egy tagjának kinevezéséről szóló határozatot. Ezzel a napirendi pontokat letárgyaltuk, és áttérünk a 22. utolsó napirendi pontra, a képviselői kérdések. Parancsoljon Bacskó István képviselő. Tisztelt elnök úr, tisztelt tanács! Múlt ülésen 3 kérdést tettem föl. Ezekkel a válaszokkal részben vagyok megelégedve, majd a válaszadókkal tisztelni fogom külön-külön. Tisztelt elnök úr, önnek tegnap átadtam egy Facebookon megjelent bejegyzést 32 hozzászólással, ami a Horgoson az elmúlt időben történt a gyorsan gazdagodó horgosi populáció tulajdonába került nagy teljesítményű gépjárművek, motorbiciklik használatával kapcsolatban. Én ezt ugyanezt a Facebook bejegyzést és a 32 kérdést, vagyis hozzászólást átvittem a kanizsai rendőr parancsnokságra, átadtam a megfelelő személyeknek. Ők nekem választ adtak, hogy a nevezett populáció is épp ugyanúgy van, ellenőrizze, mint a másik populáció a faluban, de ez a polgároknak nem elég. Nagyon szépen kérem, ha már a rendőrségnek önök megszavazták, mert én tartózkodtam, a gépjárműveknek is, az a Skoda luxusgépkocsinak az átadását, akkor azt is tegyék meg, hogy ez a nevezett populációra is valamiképpen keményen és odahatósan rendőrség figyeljen oda. Az nem elég, hogy néha-néha eljön egy motoros rendőr Kikindáról. Nem elég, hogy azt mondja a nevezett populáció egyik tagjának, akitől nagy teljesítményű motorkerékpárt hajtott, hogy engedje le a gumikat, majd utána ez elvitte a motort az egyik szomszédbottan, egy bácsi fölpújta, fölpumpálta neki, és utána a rendőrség elment, hogy bácsit akarta megbüntetni, hogy miért pumpálta fel a gumikat. Ez nem megoldás. Az a megoldás, hogy keményen felszállni, addig még nem lesz kemény probléma, baleset a faluban. 120-al, 150-nel repesztenek a 250-500-as köbcentis motorokkal,
úgy szintén a nagy teljesítményű gépjárművekkel kiskorúak, engedély nélkül, a gépjárművek nincsenek bejegyezve, nem az ő tulajdonuk. Ez csak addig fog menni, még nem lesz komolyabb probléma. Utána mindenki törüli majd a kezét, hogy én megtettem mindent. Akkor van megtéve minden, ha igenis keményen fel van ellenük lépve. A polgárok nagyon is érelmezik, hogy a polgárok egy csoportja keményen van büntetve, ez a másik populáció még nagyon ritkán is kemény, és nincsen olyan keményen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr, és én rögtön válaszolok is, ha megengedi a kérdéseire. Először is nem az átadás szavaztuk meg a gépjárművel kapcsolatban, mint ezt ön tudja, ezek törvényes kötelezettségek, és ennek a formája megköveteli azt, hogy használati jogot szavaztuk meg, hogy átadhatjuk hivatalosan is, tehát abszolút nem az átadásra szavaztunk, hanem annak a formára, hogy ez az autó használatba is kerülhessen, és ugye a képviselő, illetve a tanácstagunk ezt megmagyarázta, hogy miről van szó. A másik dolog, mert ezt a listát valóban nekem is átadta, és erről a listáról én már személyesen megbízott tárgyaltam a rendőrfőnökkel, és mint ezt előző esetekben is, Martonoson már ugye megtettük, itt van a helyi közösség elnöke szintén, és eljártak hasonló ügyben, ugyanúgy el fognak ebben az ügyben is járni, és igen, ön valóban egy kimerítő kimutatást mondott, hozzáteszem, én azt hiszem, önnek ez is a dolga a helyi közösségben, becsülendő mindenféleképpen, a mi dolgunk pedig, hogy ezáltal eljárunk, és ezt meg is fogjuk tenni. Én azt hiszem, hogy hamarosan ennek végét fogunk vetni, nem én, a belügyi dolgozók, mivel hogy ez az ő feladatuk. Köszönöm szépen, ha elégedett a válaszom, akkor azt megköszönném, valamelyik valakinek esetleg kérdése, hozzászólása. Bontovics István képviselő. Tisztelt képviselőtársaim, Benec úrhoz lenne egy kérdésem, majd még szeretném, hogy eljárna az ügybe. Tehát kiépült a úgynevezett Oromhegy és Orom között a főút. Tehát az meg lett csinálva, szépen rendben is van rakva, kijelölve, stb. Minden. És mit lát az ember? 50-es táblák kitéve mindenhol. Tehát végig a főút vonalon 50-es tábla van kitéve egész Oromig. Tehát Oromhegyestől, táblától egész Oromig. Tehát a rákötő utak, tehát ugye a mellékutakra lehet 80-an menni, a főút után meg 50-en lehet menni. Ez most nem tudom, tehát valószínűleg azért kitedve, hogy valaki ezt elnézte, vagy azért lett kitedve, hogy harácsoljunk már megint. Tehát ilyen 3,5-2,5 kilométer, 1,7 kilométer, tehát folyamatosan 50-es táblák vannak. És jól lenne megnézni, hogy ez tarthatatlan szerint egy főúton 50-essel lehet menni, tehát ilyen nincs. A mellékúton, még a főúton még 80-100-es lehet menni. Tehát még nem volt megcsinálva az út, tehát még nem lehetett arra közlekedni, akkor nem volt semmi tábla kitedve, se 50-es, semmi állás. Most, mikor már jó az út, meg van csinálva, akkor kiteszünk 50-es táblákba. Köszönöm. Köszönjük szépen. Az írásban parancsol válaszolni? Természetesen írásban meg kell válaszolni, és a kérdést is ugye kérjük írásban átadni, esetleg rövidebb formában is. Parancsoljanak, van-e még valakinek kérdése? Gospodin Nikolaj Mánic. Molim vas, nema diskusije, slušamo samo pitanje, shvatili smo o čemu reč, ja vas molim samo pismeno isto i javno preduzeće koji je zadužen za to, on će vam dati odgovor i preduzeti ovaj mere naravno, ali molit ću vas i pismeno za to pitanje da se obratite. Ima ko ovdje reguliše te stvari, vi samo pismeno to predajte i bit ćete, ja se nadam, ne samo obavešteni, nego će se i odraditi što treba zakonski normalno.
Dali Imajosnikov, van-e még valakinek kérdése? Amennyiben nincs, én megköszönöm a munkájukat, és további kellemes meleg napot kívánok.